Régi új állampolgárok 213-an tettek esküt csütörtökön Vállajon, így már 7000-en vannak, akik a településen kaptak állampolgárságot. Könnyítenek a csokon, gyorsabb, egyszerűbb lesz, és több család számára elérhetővé válik az otthonteremtési kedvezmény. Virtuális diákok, akár 16 évet is kaphatnak azok az elkövetők, akik fiktív tanulók után igényeltek állami támogatást. 213 új magyar állampolgár tett esküt csütörtök délelőtt Vállajon. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A honosítási kérelmeket a járási hivatalokhoz kell beadni. Ezeket a bevándorlási és állampolgársági hivatal bírálja el a későbbiekben. Vállajon már 7000-en tettek esküt 2013 óta, attól az évtől kérhetnek egyszerűsített eljárást a határon túli magyarok. 2002-ben nyílt meg Vállay és Csalános között a határátkelőhely. Korábban több mint 30 kilométeres kerülőutat kellett megtenni a szomszédos településig. Vállayon 213-an tettek esküt csütörtök délelőtt. Magyarországnak hű állampolgára veszek. Az alaptörvényt és a jogszabályokat. Tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mértem megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgál. Korábban már több ezren kérték, hogy Vállajon tehessék le esküjüket. Ez a nap kitüntetett volt mind Vállay, mind Magyarország történetében, mert hogy egy ilyen kis település, ami ugye 1100 főt számlál, ennyi sok magyarnak adta vissza az önbizalmát, hiszen a 7000. állampolgár is letette az esküt a mai napon. Ezért nagy dolog mindannyiunknak ez. A 7000. Vállayon honosított állampolgárt személyesen is köszöntötték. Mentes Irén 1943-ban született. Meghatódva annyit mondott, nem gondolta volna, hogy 75 évesen újra magyar állampolgár lehet. Most Csalánoson él, de korábban már volt magyar állampolgár. 16 éves korom akkor, igen. Addig az voltam mindig magyar. És nagyon sokat szenvedtem, mert itt a zóna mellett dolgoztam a szőlőbe, és hát a katonák állandóan, hát hogy magyarba születtem, Vállay születésű vagyok, hát miért vagyok én itt? Az egyszerűsített honosítás 2011. január 1-je óta elérhető. A kormány célja ezzel az volt, hogy a 15 millió fős magyarságot egyesítse, közölte Vilmos István, a település polgármestere. A kérelmezést minden esetben magyar nyelven Magyarországon kell elindítani. A járási hivatalokhoz kell bejönniük, ott mi fölvesszük az adatokat, ezt elküldjük a bevándorlási és állampolgársági hivatalnak, ott megvizsgálják, hogy tisztességes szándékkal, a törvényhozó akaratával egybeelsően kíván-e magyar állampolgár lenni. Ha igen, akkor a hivatal elküldi a köztársasági elnökhöz aláírásra. Köztársasági elnököt követően pedig ugye az önkormányzathoz. Tehát amikor bejön a járási hivatalhoz az állampolgári jelölt, akkor megkérdezzük tőle, hogy hol kíván esküt tenni. És akkor megjelöli azt a települést, most jelen esetben Vállayt, hogy Vállayon szeretne esküt tenni. Az új vagy régi új magyar állampolgároknak szintén joguk van szavazni április 8-án. Jogköreiket az befolyásolja, hogy rendelkeznek vagy sem magyar lakcímmel. Március 15-től könnyít a kormány a csok igénylési feltételein. A családi otthonteremtési kedvezményt érintő két rendeletmódosítást Novák Katalin jelentette be szerdán. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte, az a céljuk, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és minél több család számára elérhetővé váljon a csok. 68 ezer család, mintegy 280 ezer ember vette igénybe 2018. január végéig a családi otthonteremtési kedvezményt. A csoknak köszönhetően eddig összesen 189 milliárd forint összegű támogatásban részesültek a családok. A kormány folyamatosan figyelemmel kísérte a visszajelzéseket, illetve az otthonteremtési program tapasztalatait, hogy az igényekhez igazodva módosítsa, bővítse azt. Így március 15-től könnyít a csok igénylési feltételein a kormány. Novák Katalin szerdán két rendeletmódosítást ismertetett ezzel kapcsolatban budapesti sajtótájékoztatóján.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kiemelte, a módosításoknak köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá válik a csok igénylése, és még több család számára válik elérhetővé a támogatás. Az első és az egyik legfontosabb az az egyszerűség, a nyilatkozati elvnek a bevezetése. Ez annyit jelent, hogy a korábbi sok papírhoz képest sokkal kevesebb dokumentumra lesz szükség ahhoz, hogy a csokot igényelni tudják a családok. Ez annyit jelent, hogy egy egész egyszerű esetben akár 5 dokumentum is elég lehet ahhoz, hogy a csokigénylést leadják a pénzintézetnél, és ez az 5 dokumentum sem bonyolult, ez a személyigazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, TB jogviszony igazolás, illetve az adásvételi szerződés, vagy az építési napló építkezés esetén. Az államtitkár hozzátette, az 5 dokumentumon kívül mindössze még egy nyilatkozat szükséges az egyéb körülményekről. Novák Katalin azt is elmondta, további egyszerűsítés a támogatást illetően, hogy az ügyintézési határidők rövidülnek, így március 15-től a bankoknak 30 napon belül kell dönteniük a lakásvásárlási ügyekben, az építkezéseknél pedig 60 nap a határidő. Megkönnyítik az igénylők dolgát azzal is, hogy a csok iránti igény benyújtására az adásvételi szerződés megkötését követően 2 hónappal több idejük, azaz fél évük lesz a családoknak. A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a csokot a hazatérő családok is igénybe vehetik ezentúl, ha külföldi TB jogviszonyt igazolnak és vállalják, hogy egyikük 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesít. A már megkezdett otthon bővítésekre is lehet március 15-től támogatást kérni, valamint akár minden költségüket fedezhetik a csokból a támogatás összegéig a családok. A banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára jelent változást, hogy a jövőben az otthonteremtési kedvezmény igényléséhez adóstársnak bevonhatják szüleiket vagy közeli hozzátartozóikat. A módosítások az ingatlan tulajdonnal rendelkező családokat is érintik. A használt ingatlanok vásárlása esetén is, illetve minden csok támogatás esetén eltöröljük a tulajdon jogra vonatkozó korlátozást. Ez annyit jelent, hogy attól függetlenül, hogy az igénylőknek, a családnak a tulajdonában van-e már ingatlan, ettől függetlenül tudnak csokot igényelni egy újabb ingatlannak a vásárlásához, akkor is, hogyha ez egy használt ingatlan, akkor is, hogyha új, akkor is, hogyha építkezésről van szó, tehát a tulajdoni korlátot ebben a tekintetben eltöröltük. A könnyítéseknek köszönhetően ezentúl azok a családok, akik korábban már vettek fel lakás célú támogatást, a jövőben több támogatást kaphatnak, ha újabb 3 gyermeket vállalnak. Novák Katalin azt is kiemelte, változik az áfa visszatérítés szabályozása is. Ez szerint mindenki, aki építkezik és 27%-os áfa kulcsos számlát nyújt be, 5 millió forintig kérheti az adó visszatérítést. Az áfa visszatérítési lehetőséget kiterjesztik továbbá a nyugdíjasokra és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is. Bűnszervezet irányította a háttérből azokat a nyíregyházi alapítványi iskolákat, amelyek jogosulatlanul vettek igénybe normatív támogatást nem létező diákok után. A bűnbanda 3 tagját előzetes letartóztatásba helyezte a nyíregyházi járásbíróság. A bűnszervezet alapítványi intézményeket hozott létre azért, hogy jogtalan támogatáshoz jusson. Az alapítványok fenntartásában működő iskolákban olyan diákok után is igényeltek állami támogatást, akik valójában nem vettek részt az oktatásban. Az így szerzett pénzből többek között nagyobb értékű gépjárműveket vásároltak. A nyomokat szlovák, valamint Seychelle-szigeteken bejegyzett offshore cégekkel próbálták eltüntetni. A razzia napján 20 pénzügyi nyomozó, illetve pénzügyőr több helyszínen tartott házkutatást. A nyomozók Magyarországon egyedinek számító luxus sportkocsi mellett ingatlant, nagyobb értékű traktorokat és 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A költségvetésnek okozott mintegy 80 millió forintos kár teljes mértékben megtérült. A házkutatás során a nyomozók 150 engedély nélkül tartott 22-es kaliberű kispuska lőszert is találtak. Lőszerrel való visszaélés bűncselekmény miatt a rendőrség nyomoz. Jelentős vagyoni hátrányt okozva bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt a társaság vezetőire akár 16 év szabadságvesztés is várhat. Több mint 500 000 forint értékű felajánlással segíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal a Nagycsaládosok Országos Egyesületét és Szabolcs megyei tagegyesületeit. Az adományból közvetlenül 30 rászoruló családnak tudnak segítséget nyújtani, többek között tartós élelmiszercsomagokkal. Nemrégiben szerveztek kormányhivatali bált, amelynek bevételéből a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére vásároltak élelmiszereket, ezt Román István kormány megbízott át. Beszédében kiemelte, azokat, akik több gyermeket vállalnak, támogatni kell.
30 család fog kapni egy nagyobb élelmiszercsomagot. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének a megyei szervezeteit kértük meg, hogy segítsenek nekünk célba jutatni ezeket az adományokat, és ebből maximálisan partnerek voltak. Én azt gondolom, hogy számukra is nagyon fontos az, hogy az a figyelem, ami megvan, ami feléjük fordul, az minél erősebb legyen, és ők maguk is nagyon sokat tesznek azért civil oldalról, hogy ezeket a családokat összefogják, közösséget építsenek belőlük, hogy programokat szervezzenek a számukra, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó helyre kerültek az adományok. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tavaly ünnepelte fennállásának 30. évét. A mai adományozásnak az volt a célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagegyesületeket, illetve közvetlenül az egyesületekhez csatlakozó rászoruló családokat segítsék. A csomagokat az ország különböző városaiban működő egyesületek vezetői juttatják el a családokhoz. Ezt már Deliné Szolani Zsuzsanna, a NOE Felső-Tiszai régió titkára mondta. Hozzátette, 2018 a nagycsaládosok éve. Erre számos rendezvények készülnek a rászoruló családok helyzetének segítsége érdekében. Lesz egy családkongresszusunk, ez több napos rendezvény lesz, és nem csak szakmai rész lesz ebben valószínűleg Veszprémben, hanem a családok együtt fognak ünnepelni, együtt lehetnek, a kicsik játszhatnak, a nagyobbak kreatívkodhatnak, mindenki meg fogja találni a saját maga számára megfelelő program. Az egyesület fontos feladatai közé tartoznak a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése és a környezettudatos magatartásra nevelés, valamint az egészségfejlesztés. A felsőoktatás megreformálása is a Magyar Szocialista Párt céljai közé tartozik, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Csabai Lászlóné kiemelte, az oktatók bérének emelése mellett fontos, hogy ösztönözzék a hallgatókat a tanári pályára, és biztosítsák az akkreditált intézmények folyamatos, biztonságos működését. Ma a tanulók 42%-a költségtérítést fizet, ami nagyságrenddel több, mint a korábbi tandíj volt. Ezért mi azt gondoljuk, hogy az első diplom megszerzése az mindenki számára ingyenes kell, hogy legyen. Hogy a további fizetni kell, azt elfogadhatónak tartjuk. Fontos lenne az ösztöndíjak felülvizsgálata, és különösen a szociális ösztöndíjaknak az emelése. Itt akár ötletként is fogalmazzuk meg, hogy a vidéki egyetemek életképességének megtartása érdekében még egy ilyen területi ösztöndi rendszer kiépítése is szükséges lenne. 17 év házasság után Barbara és János válni akar. Erről szól a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja, a Rózsák háborúja. A részletekről hamarosan szólunk, előtte azonban jöjjenek a híradó további témái. Az utánpótlás bázis növelése, a tehetséggondozás, valamint a szenior és szabadidő tenisz népszerűsítése a célja a Marsó Teniszcentrum Egyesületnek, amely az elmúlt év vége óta üzemelteti Nyíregyházán a Városi Stadionban lévő pályákat. A felújításra eddig több mint 20 millió forintot költöttek, a jövőben pedig újabb fejlesztéseket terveznek a létesítményben. A papírformának megfelelően vereséget szenvedett a TFSE otthonában a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában lejátszott mérkőzésen a fővárosiak 71-36-ra nyertek az NKS ellen. Farkasinszky Gyuláné együttese szombaton a DVTK U23-as csapatát fogadja. Házasság után Barbara és János válni akar. Erről szól a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja, a Rózsák háborúja. A házasságuknak nem feltétlenül kellene válláshoz, a válásnak pedig háborúhoz vezetnie. Azonban két mindenre elszánt vállóperes ügyvéd egyenes utat jelent a káoszhoz. A Rózsák háborúja című regényből 1989-ben készült filmadaptáció. A film sikere után több színpadi verzió is született. A legújabb nyíregyházi darab magyar közegbe helyezi a történetet, így sokkal átélhetőbb a mindenki számára ismert téma, a válás. A feleséggel kezdi el ezt a válást, és tulajdonképpen ott már szerintem ez a férfi nem akar válni. De ott belemegy ebbe a játékba, elgondolkodik ezen a problémán, hogy na, hát akkor végre itt a szabadság, és a személyiségjegyek, hát tehát az emberi létnek a legkicsinyesebb helyzetei, amikor semmit nem engedünk, amikor minden apróságért harcolunk, aminek egyáltalán semmi értelme nincs. Tehát tulajdonképpen
az egoizmus csúcsát váltja ki. József és Barbara háborúját az indítja, hogy a feleség nem kap elég figyelmet. Árnyékembernek és kiszolgálónak érzi magát a kapcsolatban. 17 év házasság után ebből elege lesz, és úgy dönt, teljes életet akar élni, ahol elegendő szeretetet és figyelmet kap. Érdemes foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, hogy mennyit adunk a másiknak, figyelmet, szeretetet, bármit, és mennyire foglalkozunk egymással, mert ugye szerintem milyen nem lehet lesarkítani, hogy a nők nem kapnak. Most valahogy olyan világot élünk, hogy igazából nem figyelünk, nem, tehát hogy igazából senki nem kap, tehát szerintem baromi fontos lenne odafigyelni erre, de akár az aranyhalamtól elkezdve, tehát hogy nem csak ember az emberre, hanem ember az állatra, a természetre, a saját környezetére. Az olvasópróbák idején a rendező különböző improvizációs gyakorlatokat is alkalmazott, amelyek segítségével a színészekkel együtt alkottak meg egy-egy jelenetet. Amik megmaradtak ezekből a kis játékokból, azok főleg azok, amik az eredeti történethez jól passzolnak, illetve van az egész előadásban egy játék az ügyvédek és a klienseik viszonyában, és ezek a fajta improvizatív elemek benne maradtak. Az előadás során a szereplők szinte a legvégéig észre sem veszik, hogy valójában ugyanazon az oldalon állnak, mindketten ugyanazt akarják elválni. A darabot március 2-án pénteken 19 órakor mutatja be a teátrum a Krúdi Kamara átrendezett színpadán. Az utánpótlás bázis növelés, a tehetséggondozás, valamint a szenior és szabadidő tenisz népszerűsítése a célja a Marsó Tenisz Centrum Egyesületnek, amely az elmúlt évvége óta üzemelteti Nyíregyházán a Városi Stadionban lévő pályákat. A felújításra eddig több mint 20 millió forintot költöttek, a jövőben pedig újabb fejlesztéseket terveznek a létesítményben. A három pályát beborító sátorban mutatkozott be a sajtó képviselőinek a Nyíregyházi Teniszcentrum új üzemeltetője. A megyeszékhelyen közel 100 éve honosodott meg a sportág, amelynek fejlesztését tűzte zászlajára a Marsó Teniszcentrum Egyesület. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a rendezvényen kiemelte, fontos, hogy minél több fiatal kezdjen rendszeresen mozogni. Nekünk az a legfontosabb célunk, hogy minden gyermek sportoljon, ehhez megfelelő létesítményeket kell biztosítani. Ahhoz, hogyha már vannak gyermekek, vannak létesítmények, akkor nemzetközi vagy akár országos nemzetközi szinten is eseményeket hozzunk. Ugye az, hogyha minél többen sportolnak, ha gyerekek sportolnak, felnőttek sportolnak, annál egészségesebbek is leszünk. A Magyar Tenisz Szövetség elnöke elmondta, igyekeznek mindent megtenni azért, hogy csökkentsék a szülőkre háruló terheket. Az a célunk, amit én el is mondtam itt, hogy a gyerekek fejlődése az ne csak a szülők anyagi teherbíró képességén múljon, hanem olyan rendszert alakítsunk ki, ahol a tehetségeket úgy lehet gondozni és úgy lehet fejleszteni, hogy minél kevesebb legyen a szülők ilyen jellegű anyagi ráfordítási kitettsége. A teniszcentrum vezetője arról beszélt, hogy a szenior és szabadidő tenisz népszerűsítése mellett a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés a céljuk. 7 gyerekkel vettük át, most 17 tagja van a csapatnak, akik teljes költségtérítéssel kapnak támogatást a Marsótól. Az a tervünk, hogy ezt minimum duplájára vagy triplájára növeljük, majd természetesen ez egy hosszú távú folyamat, és ez egy óriási munka lesz majd. Az elmúlt két hónapban több mint 20 millió forintot költött a létesítményre az új üzemeltető. Tavasszal folytatódnak a felújítások, azt szeretnék, ha 15 pályán 21. századi körülmények fogadnák a játékosokat. A papírformának megfelelően vereséget szenvedett a TFS-e otthonában a nyíregyházi Kosásuli. Az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában lejátszott mérkőzésen a fővárosiak 71-36-ra nyertek az NKS ellen. Farkasinszki Gyuláné együttese szombaton a DVTK U23-as csapatát fogadja. A listavezető csata DS-től elszenvedett nagy különbségű vereséget követően a második helyezett TFS-e otthonában lépett pályára a nyíregyházi Kosársuli. Az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szóltak, a több kulcsemberét nélkülöző vendégek célja tisztes sejtállás volt. Ezt végül el is érte a csak fiatalokat pályára küldő NKS, így Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató a vereség ellenére sem lehetett elégedetlen. Azzal a célra utaztunk, hogy ne legyen túl nagy arányú a vereség.
ha lehet, ne kapjunk 100 pontot, és dobjunk legalább 50-et. Na most ugye ebből a túl nagy arányú vereség, az hál' Istennek nem lett túl nagy a vereség. A dobott pont az kevesebb lett, mint amire számítottunk. De legalább kaptunk 100 pontot, tehát most ezt legalább megúsztuk. Nehéz, tehát nagyon nehéz így, hogy a csapatnak ugye a 99%-a az ugye most junior korú játékosban állt össze. Az Anna Takácsán azért próbál valamilyen szinten valami rutint belevinni ebbe a játékba, de nagyon nehéz. Tehát meg voltak nekünk most is a helyzeteink, mint ahogy a csata ellen is meg voltak a helyzeteink, de egyszerűen nem tudjuk ebből a ritmusból, ebből a gyorsaságból még ezeket pontra váltani. Az, hogy a védekezésünk az már sok esetben összeállt. Tehát ez már biztató a jövőre előre tekintve. A nyíregyháziak legközelebb a Diógyőr U23-as csapatát fogadják. Elképzelhető, hogy a mérkőzésen pályára lép a sérülése után már tréningező Pap Claudia, és a szülés után ismét edzésbe álló Farkasinszki Orsolya is. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy hazai pályán azért megpróbáljuk megnehezíteni a dolgokat, vagy az reményeink szerint megnyerni ezt a mérkőzést. Ugye ezen a héten már elkezdett edzeni a Fekete Dóra is, a Dia is elkezdett edzeni, ugye nála attól függ, hogy a kézvédő az megérkezik-e addigra, vagy sem, mert ha nem, akkor én nem engedem pályára lépni, tehát az a kéz annyira nem biztos még, hogy megkockáztassuk azt, hogy egy mérkőzés, és megint valami gond és probléma történjen, és ugye hát elkezdett edzeni Orsolya is, és innentől kezdve, hogyha minden összejönne, és mindenki hadra fogható, akkor talán egy pár percre, talán a négy rutinos játékosunkat is pályán tudnánk tartani, ami azért a mostani körülmények között egy óriási dolog lenne. Az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportját a hibátlan csatadíjese vezeti 15 győzelemmel, a nyíregyházi kosársuli 7 győzelemmel és 8 vereséggel a negyedik helyen várja a Diósgyőr elleni szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzést. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 213 új magyar állampolgár tett esküt csütörtök délelőtt Vállalyon. A honosítási kérelmeket a járási hivatalokhoz kell beadni, ezeket a bevándorlás és állampolgársági hivatal bírálja el a későbbiekben. Vállalyon már 7000-en tettek esküt 2013 óta, attól az évtől kérhetnek ugyanis egyszerűsített eljárást a határon túli magyarok. Március 15-től könnyít a kormány a csok igénylési feltételein. A családi otthonteremtési kedvezményt érintő két rendelet módosítást Novák Katalin jelentette be szerdán. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte, az a céljuk, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és minél több család számára elérhetővé váljon a csok. Akár 16 évet is kaphatnak azok az elkövetők, akik fiktív tanulók után igényeltek állami támogatást. A bűnszervezet alapítvány intézményeket hozott létre azért, hogy jogtalanul pénzhez jusson. A nyomozók Magyarországon egyedinek számító luxus sportkocsi mellett ingatlant, nagyobb értékű traktorokat és 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A bűnbanda 3 tagját előzetes letartóztatásba helyezte a nyíregyházi járásbíróság. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 1-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk havazással. A délnyugat-európa felett lévő ciklon áramlási rendszerében kissé enyhébb, egyre nedvesebb levegő érkezik a Kárpát-medence térségébe. Az előttünk álló éjszaka megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék reggelig még nem valószínű, a keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, havazás várható. Az északkeleti szél időnként helyenként megélénkül. Délutánra mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hétvégén, illetve a jövő hét elején hosszabb, rövidebb napos periódusokra is számítani lehet, de felhők is gyakran érkeznek fölénk és több helyen, illetve több alkalommal valószínű csapadék. Havazás, havas eső, majd ónos eső, eső egyaránt előfordulhat.
A hét közepén erősen felhős borult idő lesz a jellemző, és több helyütt elered az eső. Egyre kevésbé lesznek csípősek az éjszakák, és lassanként erősödik a nappali felmelegedés. Ma van a meteorológiai tavasz első napja.